Kérlek, légy velem őszinte, mutasd meg, mi lakik a szívem. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, én Katica vagyok, ez pedig itt a Csak őszintén Katicával. A mai riportalanyom pedig nem más, mint Beleznai Endre! Jó reggelt, jó estét, jó szurkolást! Napot is jó legyen, nehogy kimaradjon bárki. Na de Endre, ez egy komoly műsor. Azt a rohadt élet. Nem mondták, igen? Azon beszélgettünk most Endrével, mielőtt elkezdődött a maga az adás, hogy hogy fogom kibírni ezt a riportot, úgyhogy ne nevessem végig. Hát nagyon nehéz, de tudod, a dráma és a bohózat az ugyanazon a borotvának az élén pörög. Tehát lényegében hajszál választja el. Ez igaz. Igen, és például mert hogy most a mikrofonom az ugye pörög, mert itt a technikus fiú, bácsi nem csinálja meg, és ezért önálló életet él. Tehát mondom, a drága hallgatók, fölfele kellene törjön az égbe fiatalosan, de ez konyolgat itt nekem, és ki tudja, hogy akkor mit fog rögzíteni. Na jó. Hát ebben is volt jó hír is, meg rossz hír is. Igen, igen. Vegyük komolyabbra a figurát. Nehéz téged kiismerni a hallgatóknak. Én ismerlek téged személyesen, és hála Istennek egyébként talán úgy tudnálak jellemezni, hogy egy csupa vidámság. Mindig jókedvű, mindig poénkodsz. Tényleg a te életed egy igazi nagy bohózat, ahogy mondtad te is, mert mindig jókedvű vagy, és mindig ontod a poénokat. Na de, a hallgatóság nem ismernek téged személyesen úgy, mint én, meg még sokan mások. Hogy jellemeznéd magad? Hogy mutatnád be magad az embereknek, akik nem ismernek, és mégis kíváncsiak rád? Hát nos, egyrészt ugye nem mindig ott a point, mert van, hogy elfáradok, tehát van, hogy effektíve álmos leszek, és akkor se. Én még nem találkoztam álmomban. Álmomban azért van, hogy néha felkacagunk. Nem, szóval nyilván hát vannak a szomorú periódusok, de hát ez egy fontos útravaló, amit akkor átadok a kedves hallgatóknak, hogy nyilván a drámát, meg a tragédiát az ember életében, a veszteségeket, stb. Azokat annak kell megélni, ami. Tehát ugye a pozitivizmus, mint mi ez, irányzat, az egy kicsit, tehát nyilván akkor nevetséges lesz, vagy hiteltelen, hogyha azt mondjuk, hogy örüljünk nagyon, hogy elpusztult a macskánk, vagy a kutyánk, vagy nem tudom. Mint van a Louis Elhey, ezt mondtam, hogy másik műsorban is ne haragudj, de az még nem ment le, te leszel el az első, figyelj, hogy van egy Louis Elhey nevű néni, aki ilyen amerikai Szepes Mária, tehát a pozitív, nem tudom, pozitív élet, szemlélet, sikerült egy mondatba, azt hittem újra kell kezdeni, de végülis jó volt az eredeti terv. Na szóval, annak az úttörője a néni, és ő írt nagyon sok könyvet, és nekem sajnos végig kellett olvasnom, mert egyszer megrendelésre írtunk egy nagyon jó könyvet Barnocki Ákos íróbarátommal, ami soha nem jelent meg, pedig tényleg jó lett, de kifizettek nehezen, a fizetés is nehéz volt. Szóval végülis ilyen. Na és emiatt át kellett olvasnom a csomó ilyen életjavító, jobbító, siker, meg kulcs, meg minden sorozatokat, és a Louis Elhey nénit is elolvastam sajnos, sokszor lettem ideges közben, ezt elnézést a rajongóktól, nehéz ugye őszintén, de nálad ugye őszintén beszélgetünk, ezért mondom, hogy a néni engem idegesítette, és például ilyet írt, hogyha jön a számla, tehát amit ugye tudjuk, hogy nem tudjuk kifizetni, tehát nem akarunk benézni, mondjuk a postás a csönget, nem megyünk ki, nem vagyunk otthon, de ha bedobott valamit a postaládába, azt megnézzük, és akkor nem azt mondjuk, hogy ó, hogy a mocskos rohadt élet csinálna vele olyasmiket, amit mi is szeretnénk, de nem merünk, akkor ne ezt mondjuk, hanem hogy áldjuk meg a számlát, ezt mondtam, áldásként vegyük a csapásokat, és ez nyilván ugye hülyeség, elnézést a rajongóktól mondom, akiknek tetszik ez a gondolatmenet, de nyilván nem normális dolog a számlát áldani, hát el is visszamentő, hogyha látja más. A másik pedig, hogy tényleg a helyéke kezeit, tehát ha valami szomorú van, akkor az szomorúsággal kell megélni, csak nem szabad beleragadni ez az üzenetem. Tehát nem szabad évekig, most ez nyilván van nekem is olyan barátom, akit nem tudok kihúzni, hogy mondjak rögtön nagyon szomorút is, hogy egy magánéleti tragédia volt vele, a párja ment el időnek előtte fiatalon, és ő úgy maradt ez a barátom, nem tudom most már hányadik éve, de hát szerintem már harmadik
harmadik éve ugyanabba a napi gyászban, nem is tudom, hogy van életben, és például őt próbáljuk ebből kirángatni, de nem megy. De mondom, ez mint egy példát arra, hogy az a jó, hogyha az ember ezekre a szomorú periódusokon gyorsan jut túl, amennyien gyorsan csak tud, de természetesen meg kell élni a gyászt is, meg a szomorúságot is. Te is ugye most például sírsz, de mindjárt pillanatokon belül jobban leszel. Igen, sírok, mert én még nem láttam embert, aki ilyen jól kikerülte a kérdést. Dehogyis, hát ez a tanulság, mert pontosan ez az üzenet, hogy amikor az ember szomorú, akkor legyen szomorú, nem kell erőködni, ne legyünk szomorúak, csak nem sokáig, nem szabad sokáig szomorúnak lenni. Tehát amikor sírni kell, akkor sírni kell, csak nem szabad évekig sírni, mert akkor a saját életben maradási esélyeinket is erősen lecsökkentjük, meg hát a környezetünknek is teher leszünk. Ez mondjuk most, hogy elmondtam a barátomra a történetet, így rosszul hangzik. A barátom nem teher, szeretjük, csak próbáljuk kicsit kiepozogatni abból a sárból, mocsárból, ami őt lehúzza. És te soha nem vagy olyan periódusban, ami úgy leterít? Azonnal el tudsz így? Hát nem azonnal, de gyorsan. Rajta. Nagyon gyorsan. Gyorsan. Hát valami idegesít, de ugye ezek is olyan dolgok, amik rengeteg dolog föl tudna húzni tulajdonképpen, meg néha szoktam is hagyni magam, már hogy húzom fel, és akkor, hogy kiabálunk meg mindent, már én. Tehát az is jó. De azért nagyon sok dolog, ami tényleg mélyen érintett eredetileg, vagy elsőre, az most már úgy nem. Tehát az úgy elkopik, és akkor továbbra se vagyok attól boldog, hogy történt olyan az életemben, vagy mit tudom én, bármi olyan csalódás, vagy nem tudom, mik, vannak ilyen régi történeteim, ami üzleti rossz döntés, stb. Azokat nyilván ott a helyén kezeltem, tehát akkor volt stressz is, meg idegeskedés, meg nem tudom micsoda, és most sem vagyok tőle boldog, de hát attól még nem ilyen idejű fájdalomként élem meg, hogy mit tudom, 15 éve valami elrontottunk egy nagy bizniszt, és többen megszivattak, a szabad ezt a szót. Azt most már ez 12 karikás, igaz? Most már, igen. Mit egy pár éve még nem, de most már szerintem igen. Na szóval ezek, és akkor emiatt, de hát mondom, az a fő dolog, hogy az embernek valahogy tovább kell rúgdosnia magát ebből, vagy a saját hajánál fogva kirángatni magát a bajból. És mennyire érzed úgy, hogy az, hogy valaki pozitív tudjon lenni, vagy alapvetően egy pozitív beállítottságú ember legyen, az mennyire intelligencia kérdése? Hát a nagyban. De hát nem csak az, hát most amikor ezzel kezdtem, hogy ők megáldja a számlát, ugye ez nem feltétlenül intelligens, de jót tesz neki végül is, hogyha nem szomorkodik a számlát. Mondjuk, amikor, hogyha nem fizeti be a számlát, aztán kilakoltatják, esetleg börtönbe kerül később, vagy ugye az utcára kerül, homeless szót kezdtem el, csak nem mondtam angolul van, szóval, hogy a hajléktalan, stb., akkor már nem tűnik intelligensnek a pozitív életszemlélet, de egyébként az intelligenciát is nagyon kevesen értik, hogy mit jelent a szó, úgyhogy most elmondjuk nekik, mert szokták keverni a műveltséggel, meg az olvasottsággal, meg ez stb. Ilyesmivel, ezzel a körrel, de az intelligenciának eredetileg semmi köze nincs ehhez. Így van, mert ez egy vele született tulajdonság. Igen, és az intelligencia az azt mutatja meg, hogy az emberek mennyire tudják elemezni a helyzetet, amiben vannak, és mennyire tudnak jó döntést hozni, vagy jó következtetéseket hozni, tehát hogy felismerik az azonosságokat, a hasonlóságokat és a különbözőségeket, és mindig tudják, hogy éppen valami azonost látok, valami más, vagy ez csak hasonlít, vagy ez egyáltalán nem is olyan. Na, hogy ez kevés embernek megy, és ettől idegesek. És egyébként, ha mindent értenénk valamiért, legalábbis körülbelül, vagy ez a mindent érteni, az is túlzás, szerintem odáig kéne eljutni a népnek. Én odáig már eljutottam egyébként, most kár, hogy most nem is hozhattam volna valami távol-keleti bruhát, buthát, mondjuk van rajtam ilyen karperec. Na, szóval, hogy odáig én már eljutottam, hogy én abszolút tudom, ha valamit nem értek, tehát ha valamit valaki beszél hozzám, valamit meg, vagy olvasok valamit, akkor én tudom, hogy azt nem értem. És akkor nem kezdek el a Facebookra írni hosszú leveleket róla. Nem úgy, hogy nem értem, hanem, hogy tehát rengeteg ember publikál, meg kommentel, mindenki fogalma nincs a témáról, amiről éppen szó van, és büszkén hülyék, tehát az az érdekes, ugye, hogy büszkék rá, hogy teljesen sötét, tehát hogy nem értenek, hanem az, hogy teljesen sötétek, az is közhelyes, meg hát nem feltétlenül, csak hogy fogalmuk sincs, hogy miről van szó. Na most az egy nagyon fontos evolúciós lépés lenne, ha visszatérnénk ahhoz, mert szerintem ez régebben megvolt, hogy az emberek tudják, amikor nem tudnak valamit. Az a bölcsesség első lépése, tudni, hogy nem tudunk. És ez azóta boldogság felé. Ez is igaz. És mi lesz az első dal, amit hoztál ma nekünk? Hát akkor ne azt hallgass. De jó. Akarok egy nyári sláger című, fantasztikus, tulajdonképpen idén született ebben a formában ez a dal, és mindenkinek szeretném megköszönni, aki ebben részt vett és hozzájárult.
Nekem meg a személyes nagy kedvencem. Igen, szép dal. Táncolni fogunk, ezt nem fogják látni a hallgatók, de mi igen. Tőlem pedig a Házi Buli című dalomat fogjátok hallani, csak hogy fokozzuk a hangulatot. Ne menjetek messzire, hallgassátok a dalokat, és utána folytatjuk innen Endrével a stúdióból. Keresem, hogyan legyen egy nyári slágerem. Minden nyáron azt kutatom, hogy keressek nagyon jól azon, hogy a népek a part mentén hevernek szerte szét, még az anyám is arra vár, hogy szállítsam a cool zenét. Ha akarok egy nyári slágert, amilyen soha sem volt még, ha akarok egy nyári slágert arról, hogy az ég szépen kék, akarok egy nyári slágert, házat, autót és medencét, aminek a partján égek szét. A rádióban hallott hangom, mindegy, hogy szól, csak kövesd vakon. Nem szeretem, ahol lakom, nem kell torta, csak vedd meg a dalon. Nyáron annyian énekeltek már boldogan, én vagyok az égő lidra, rajtam csúcsra. Akarok egy nyári slágert, amilyen soha sem volt még. Akarok egy nyári slágert arról, hogy az ég szépen kék. Akarok egy nyári slágert, házat, autót és medencét, aminek a partján égek szép. Partján úszó kecskét. Akarok egy nyári slágert, mindegy, miről nem kell, hogy értsék. Akarok egy nyári slágert, házat, autót és medencét, aminek a partján égek szét. Akarok egy nyári slágert, kaját, Fiat, mobil, WC-t. Akarok egy nyári slágert, engem hallgass, ne Beyoncé-t. Akarok egy nyári slágert, házat, autót és medencét, aminek a partján égek szét. Aminek a partján égek szét. Akarok egy nyári slágert. Egy, két, há, jé! Csak mentem, hajtottam magam, ebédet főztem, nem győztem. A szennyes talomban, mikor már végre, estére, utolértem magam, a hangerőt becsavartam. Amikor becsendül a dalom, jó kedvem lesz nagyon, én nem akarok semmi más. Csak énekelni neked, jól bulizni bele, mert nekem ez a boldogság. Nagyon a konyha fogja, a sorsa, hogy egyszóra pattan, de hogyha egyszer az ember ezt már megunja, a hangerőt becsavarja. Amikor becsendül a dalom, jó kedvem lesz nagyon, én nem akarok semmi más. Csak énekelni neked, jól bulizni bele, mert nekem ez a boldogság.
és már is itt vagyunk újra a stúdióba. A vendégem még mindig Beleznai Endre, és én itt megfejtettem a szünetbe, Endre. Akkor volt értelme ennek a sok szép dalnak. A te titkodat. Nem is titok, bár lehet, hogy sokan nem jöttek rá, csak azt látják, hogy te egy nagyon poénos, nagyon humoros ember vagy, aki nagyon szeret beszélgetni, aki nagyon nyitott, de én azért megfejtettem, hogy te egy nagyon intelligens ember vagy. És ezt nem csak a humorod és a világszemléleted, a pozitív világszemléleted támasztja le, hanem az is, hogy nagyon-nagyon sokrétű ember vagy. Nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozol, és foglalkoztál eddig életedben, és szerintem még fogsz is. Igen, mondta hagyma. A hagyma. Ja, nem a szagom miatt, hanem a sokrét. Emlékszel a közös riportunkra, amikor arról beszéltünk, hogy valójában mi is a te szakmád? Ja, erre emlékszem. Hát mit mondtam? Akkor mondjam ugyanazt. De hát alapvetően mindig azt szoktam mondani, hogy én színész vagyok eredetileg, mert annak készültem már kiskoromtól, ma se hoztam el a fényképet, pedig megígértem. Igen. Már egy 2 éves koromból származom, most nem mondom végig, de igen, van egy kép bizonyítékom erre. És nem hetek ott, évek óta írgetem mindenkinek. Most már lassan tényleg valahol bekére, most már be fogjuk szerkeszteni valami újságba. Igen. Na, szóval a másik pedig az, hogy de ezzel nekem már egész kiskortól együtt járt ez a humoristaság, vagy mi van, mert azért mondom, mert nem teljesen felel meg az, amit én csinálok a humorista definíciónak, de mindegy, angolul comedian az megfelel, hát ez gondolom most kisegítettem a hallgatókat. Abszolút, ezzel. Most abszolút. Már képbe kerültek. Comedian, jaj, comedian, akkor igen, jó. Igen. Ez a másik. Aztán meg hát közben az hozta, hogy ugye, hogy elvileg jól kommunikálok, és emiatt voltam minden, egyébként PR, meg marketing szakmában is voltam, tehát vannak ilyen komoly kampányokat futtattam én életemnek azon során, és egyébként meg azóta rendezek is, nem azt, ez már az elején is elkezdtem, hogy színház rendező, meg hát filmrendezőnek nem hívom magamat, bár manapság bárminek hívhatod magadat, nem derül ki, hogy nem. Illetve két táborra szakadnak, az egyik mondja, hogy nem az, a másik az, hogy de az. Na mindegy, de az a filmrendezőt nem hívom, de ilyen kis reklámokat, tehát kis filmeket rendeztem már, de nagyot nem. És a színház rendezője az egészen kiskortól volt szintén, tehát már iskolában rendeztem, már teljes kétfelvonásos darabokat, tehát nem csak úgy, hogy a gyerekeknek mondtam, hogy ne üljenek rossz helyre a padba, hanem hogy tényleg előadásokat hoztunk létre. Aztán írni is sokat írtam, hát gyerekkorban rengeteget, tehát ilyen 11-12 éves koromtól ilyen 21-nehány éves koromig, de ott alább hagyott. Illetve hát nem csak, mert mondjuk a tévében mondta Csíz című műsor, abban elég sok jelenetet írtam, tehát ott íróként is voltam. Mindegy. És mit akartam még mondani szerinted? Ezeket mind elmondtam. Műsorvezető. Milyen igazad van? Ne, azokat is csináltam. Igen. Meg ja, most már műfordítok is. Most már énekes is. A zeneszerzőt azt nem mondanám azért, mert mondjuk dallamokat így talán valamennyire így rakosgatjuk, hogy a zeneszerzővel együtt, de szövegíró az abszolút. Dalszövegíró az igen. Az abszolút. A bomát szép sokat írtam. Az. Igen. Meg hát dramaturgként is nemrég lettem hivatalos, meg műfordítóként is, mert eddig is fordítottam angolban magyarra, csak sehol se jelentettem meg nem írtuk oda, hogy én voltam, de most már itt az idő, úgy éreztük így. Most már mondjuk ki, hogy igenis te voltál az. Pár nappal a nyugdíj előtt most már kezdjük el, hogy jobban nézek ki a biográfia. Most már hivatalosan is fordítottam, most már 3 darabot, és meg is dicsértek, mutkó Amerikából küldték vissza a legutóbbi fordításomra, hogy ilyen szépen még senki sem fordított el a darabot, és ez így is van. Na tessék. Ez és ilyenkor mit érzel? Azért ilyenkor dagad a melled? Dagad. Bár nem vagy az a dicsekvős típus. Hát, érdekes kérdés, mert ugye azt is nagyon hajszál választja el a dicsekvést meg a PR tevékenységet. Igen. De ugye az is fontos, hogy elmondjuk, hogy mit csináltunk, főleg, hogy van a csomó ellenség, aki az ember ellen beszél. Tehát nekem ilyenekkel még a mai napig hát nem kell megküzdeni, csak szoktam észrevenni, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy a Beleznai az nem színész, és tudod, hát amikor vannak évek, amikor 310 napot voltam színpadon, hogy ez a Covid óta kicsit bonyolódott, de azelőtt ilyenek voltak, és akkor valaki magyarázza nekem, hogy nem vagyok színész, mondom, az nagyon érdekes, de akkor anyámat keresek minden nap színházban, színpadon. Vagy akkor mondd már el nekem, hogy én mi vagyok. Vagy lehet, hogy takarítok csak, de akkor meg ahhoz meg túl sok a szövegem, tehát nem értem. Mindegy. Sőt, valaki nézte a Feleség 44 kezdődik című művet, amit a Fórum Színház produkciója Németh Kristoffal közösen rendeztük, de ezt én is fordítottam angolból, meg még főszereplem is. És nézte
egy mindegy közös ismerősünk a kolléganőnek, és nem az, és elkezdte mondani, hogy láttuk, és nagyon meglepődött, és azt hittem, hogy azon, hogy mert ebben a darabban nagyon mély drámai dolgokat is játszok, amit kevesebb drámai szerepem van, tehát a nagy közönség általában nem tudja, hogy én micsoda erőteljes drámai színész vagyok, pedig de, és szóval játszom is ilyeneket mai napig is, csak tényleg ritkán. Azt hittem, hogy erre fog kitérni, erre azt mondta, hogy én nem is tudtam, hogy a Beleznany ilyen vicces. Hát mondom, az is érdekes. Ja, azt is szokták, azt is elmondom, mert ezt nemrég döntöttem, hogy nyilatkozgatom egyébként, mert ez nem a dicsekvés, hanem a, nem tudom, a trolloknak való visszavágás, nem csak a közösségi médiában, hanem élőben is van. Tehát vagy rám írnak, vagy odajön egy ember, és mondja, hogy én nem vagyok vicces, ami azért nagyon vicces, mert ugye a mi szakmánk, tehát a humoristaság, vagy a végjátékjátás, az azért egyrészt gyönyörű, szép, másrészt pedig kegyetlen, mert amikor bemondja az ember a poént, akkor ott ül, ugye 200, 500, 600, hát 1000 embernél többnek nem szoktunk játszani ilyen végjátékot, de tehát ez ennyi ember ott ül, és amikor azok a poén elhangzása után röhögnek együtt, akkor az vicces volt. Ha nem röhögnek, akkor viszont egyből tudjuk, hogy nem volt vicces. Tehát, hogy utána valaki odajön, és ő elkezdi magyarázni, hogy szerintem melyik volt vicces, melyik nem, az tök mindegy, mert már ott ült 500 ember, és már röhögtek rajta, vagy nem. Tehát nyilván olyan is van, hogy valami mellé megy, meg, vagy egy-két vicc megy mellé, vagy egy teljes produkció, tehát mindenféléket átéltem már én is, persze. De ez is nagyon érdekes, és nem tudom, mit akartam még mondani. Ja, azt kérdezed, az csak megkérdezed, hogy mikkel foglalkozom ezekkel. Igen. És így, ja, szerintem úgy más most így hirtelen nem is, de voltam ingatlan szakmában is voltam, meg ugye szerkesztőként is most is vagyok állásban bizonyos cégnél, meg... Fú, mi voltam még? Biztos majd még eszembe jutva. Ja, hát egyébként oktató is voltam, tehát tartottam én szemináriumokat is, hogy gyerekekkel is foglalkoztam. Tehát elképeszt már, mint tanár. Hát nem tanár, ugye nem tanári diplomával, hanem ilyen kiegészítő tréningeket tartottam. Egyébként tanárokat is képeztem 95-96-ban egy tanítási módszerre, ami nálunk nem volt ismert, de én megismertem, azt képeztem őket, szóval elképesztő. Úgy lassan abban vagyom, hogy te is szóhoz juss, ami gyönyörű a fölsőd, nem tudom, ezt nem látják a hallgatók, az én mondom. Köszönöm szépen, mert megdicsérted, előbb is azt mondtad, hogy ragyogó. Ragyogó, igen. És, és narancssárga, azt nem tudjuk miért, és én egyetértek. Térjünk vissza a témához. Igen. Igazából... Szerintem a következő témát azt már fejtsük ki a következő részbe, mert ezt már teljesen kiveséztük, de az lesz a kérdésem, hogy mikor szoktál te pihenni, ja, aki ennyi mindennel foglalkozik, de ezt hagyjuk meg a következő részre, és hallgassunk meg tőled most először is egy újabb dalt. Ennek az lesz a címe, hogy? Hát ez az intelligenciát nagyon próbára tesz, hogy ezt ki fog érteni, hogy miről szó, szóval az arcod a neked, az a címe. Így van, ez nagyon fel fogja adni a leckét. Nekem még mai napig nem sikerült megfejtenem. Majd elmondom, aki megy a Laci a hangmérnök, mert... nagyon intim. Tőlem pedig a Hercegem című dalt fogjátok hallani. Igen, ezt rólam nem... írta. Igen, igen, Endre, rólad írtam, te voltál a múzsem. Hallgassátok, már is jövünk vissza, és folytatjuk. Az arcod a nekem meg szín, színű tenger, csak nekem a szíved is bennem éhég. De egyszer talán a lágy szagú harmat, mindketten a remegő lábujjér. Az ébredő homok ráncolja tested, nőnek lenni köztem mit sem már. Ha olvad a szemed a kék ízű ködben, nyugodjál, a kedvem téged vár. De ha azt látom, hogy tátad a gyönyörű szádat, tudom már, hogy miért pont most vagyok nálad. Mert amikor máshol voltam én már egyszer, akkor jöttem rá, hogy a tavaszi reggel. Ha te neked az arcod egy rűt hajú henger, ha látom az életed, tőlem fáj. De máskor is nekem kókadó hajlak, akkor is, ha mindketten engem vár. De ha azt látom, hogy tátad a gyönyörű szádat, tudom már, hogy miért pont most vagyok nálad. Mert amikor máshol voltam én már egyszer, akkor jöttem rá, hogy a tavaszi reggel. Az arcod a nekem egy színű tenger, csak nekem a szíved is bennem éhég. De egyszer talán a lágy szagú harmat, mindketten a remegő lábujjér. Az
ébredő homok ráncolja tested. Nőnek lenni köztem mit sem áhám, ha olvad a szemed a kék ízű ködben. Nyugodjál, a kedvem téged vár. De ha azt látom, hogy tátad a gyönyörű szádat, tudom már, hogy miért pont most vagyok nálad. Mert amikor máshol voltam én már egyszer, akkor jöttem rá, hogy a tavaszi reggel. Ha te neked az arcod egy rűt hajú henger, ha látom az életed, tőlem fáj. De máskor is nekem kókadó hajlak, akkor is, ha mindketten engem vár. Látom, hogy tátad a gyönyörű szádat, tudom már, hogy miért pont most vagyok nálad. Mert amikor máshol voltam én már egyszer, akkor jöttem rá, hogy a tavaszi reggel. Az arcod a nekem egy színszínű tenger, csak nekem a szíved is bennem éhít. De egyszer talán a lágy szagú harmat mindketten a remegő lábujjér. Mindketten a remegő lábujjér. A remek dalok után már is itt vagyunk újra a stúdióba.
A vendégem továbbra is Beleznai Endre. Igen, nagyon sok szeretettel mindenkinek mindent. És előbb nem tudtunk már részleteiben belemenni a kérdésemnek a megfejtésébe, úgyhogy most újra felteszem a kérdést, hogy az az ember, aki ennyi mindennel foglalkozik, és ennyit dolgozik, az mikor pihen, és hogyan pihen? Én, amikor lezárták az országot a COVID-44 miatt, egyébként azt mondtam, hogy engem nem zavart az első két hét, amikor ígérték, hogy két hét lesz, a többi minden egyéb zavart, de azt hogy próbáltam javasolni, hogy végülis az nekem nem baj, hogyha azt csináljuk, hogy pár évente van egy ilyen szünet, hogy senki nem megy sehova. Az jó, csak nem, az összes többit ne csináljuk, tehát a maszk lezárás, oltás, stb., azt mind ne csináljuk. Azt, hogy mindenki megáll egy picit, alszik, beszélget, azt lehetne csinálni. Na de egyébként meg persze azért pihene, mert hát azért nem mindig vagyok annyira tele. Most például márciusom is lukasabb volt, mint szokott, mert mindegy, az egyik kollega elutazott, nem tudom hova, és akkor azért borult az a műsor tervünk, ami márciusra volt, és ezért egy kicsit többet pihentem, de még nem sokat, de többet aludtam, illetve hát ilyen terápiás alvási napokat tartok, mert simán tudok 10-12 órát is aludni, és akkor olyankor szoktam azt. Meg hát egyébként olyan is van, de most mondjuk idén pont nem, de szoktuk azt csinálni, hogyha valahova turnézni, mondjuk, tehát hogyha több színházi előadásom van egy régióban, akkor ott valahol ott alszom, vagy elmegyünk szállodába, vagy ismerős az, vagy bármi, és akkor ott pihenek. De hát otthon is tudok pihenni, mert otthon az egészen megható, a békenyugalom, a feleségem az tök olyan, és ezért ott az teljesen terápiás. Sőt, anyóséknál is terápiás alvásokat szoktam. Tényleg? Igen, falun laknak, és ott a kutyák se ugatnak. Most vagy mindenki kipusztult, és ezért lehet, hogy ritkában kéne járni, vagy az egy ennyi volt falu. Olyan csend van, hogy ilyen mélyebbeket alszom, szóval az ezeket szoktam körülbelül csinálni. És az aktív pihenés? Kirándulás, nyaralás? Kirándulni, igen, az szok most is voltunk, amikor mi volt, a húsvét volt legutóbb, igaz? És azt kirándulással ünnepeltük például erdőben, azt szeretem, ősi tájfutó családból származom, emiatt az erdőt azt nagyon sokat jártuk, már régen is, tehát most is ebben maradt, tehát nem annyira, azért ritkán. Az egyéb utazás, tehát az ilyen külföldi utazásokat, azokat szinte egyáltalán nem, bár most a Navigre című, ugye Navigre címmel van egy ilyen félig meddig tévéműsorom, ugye ez csak a YouTube-on elérhető, de azonnal keressenek rá, nagyon színvonalas 5 adás van eddig, azt nem tudjuk, mi lesz ezentúl, lehet, hogy itt meg is rekedünk, lehet, hogy csinálunk még, na, de ugyanezen a címen, hogy ne legyen egyszerű, de Navigre címen van a stand-up estem is, az úgynevezett önálló est, ezt nem tudom, miért kell így hívni, mindenki így hívja, ez én is. Ennyire nem akartam kilógni a sorba, akarok kilógni, de ennyire nem. Ennyire nem. És akkor azt ma például Szigetszentmiklóson adom elő, nagy sikere, tényleg teltház van, a Városi Könyvtár, és nem tudom mi a másik neve, és júni 9-10-11-én pedig Angliában adom elő, hűden nagy sikerem, most oda hívtam. Ami azért vicces, mert East Grinstead-t befogom a Sand Hill nevű kastélyba, ami azért érdekes, mert hogy a Feleség 44. című darabban a karakteremnek van virágbotja East Grinstead-ben. Úgyhogy lehet, hogy meglátogatom, de lehet, hogy az is kiderül, hogy nincs. Csak a darab. Szóval ott nyilván túlnyomó rész magyaroknak, tehát ott egy magyar magánember. Ez egy régi család, akik egyébként ilyen renoválásokkal foglalkoztak a parlamentben, és ott van a kezük munkája benne is, meg kívül is a köveken. És ők egy ideje már Angliában élnek, és ők hívtak, és akkor szerveznek. Hát most maradjunk annyi, hogy ott is hatalmas teltházak lesznek, még nem tudjuk. Itthon szerencsére teltházakkal megy. Na és azért kérdeztem, nem a munkát, csak látod, az mennyivel jobban érdekel, arról kezdtem, mert majdnem hosszan beszélni. Szóval ott az a pihenés, hogy hát elmegyünk Londonba, bár régen nagyon sokat utaztam, és mint hogy egyre jobban megnehezítik ezt az utazás dolgot, tehát én most már azért szinte gyűlölök utazni. Egyrészt meg kicsit túladagoltam, amikor még lehetett, meg most már annyi hülyeséget kitaláltak arra is, hogy azt se élvezzük, hogy azt nekem engem nagyon felháborít az egész. És emiatt ritkán megyek bárhova a külföldre. Nem, hát a Magyarország, tehát a mondjuk, hogy régi Magyarország területén ott sokat, mert a magyaroknak játszunk színházi előadásokat is, meg kabarékat, meg stand-up, meg hát ezeket. De messzebb már, már nagyon rég, nem is tudom, mikor voltam utoljára, ilyen 2011-12-ben voltam utoljára, akkor mondjuk több helyen, egy Barcelona, Prága. De ugye itt nem munkajelleggel jártál, hanem nem. Tényleg pihenés volt. Igen, direkt azért is kellett többet gondolkodnom rajta, mert ilyen példákat kerestem. Mert általában, hogy munkával összekötve, mint ez a londoni utazás is az lesz, hogy hát két nap fellépek, de hát ugye egy jó, ezek ilyen két órás cuccok, szünettel, 2,5.
De egyébként meg hát nyilván ott járjuk majd az országot nem, tehát a környéket, a London és agglomerációját. De egyébként a feleségem szokott ilyeneket, akkor nézzük valami filmet, és akkor amit tudom én, olasz, görög, stb. Olaszországban van egy barátom, akinek megígértem, mert 20 év, hogy elmegyünk, hogy a szülei tudjanak nekünk csinálni steaket, mert ott ilyen egészben megsütik a marhát is. És 20 éve vár rá, hogy eljuss oda. Nem tudom, hogy a szülei tudnak-e, vagy tehát, hogy még vannak-e neki. Tehát már úgy értem, tudom, hogy éled vannak-e. De hát Alessandro Capasso, majd fölhívom, hogy akkor, hogy ő is tud-e ugyanolyan steaket csinálni, mint a mama. Mert akkor... Mert nem értél oda. De néha szoktuk, az nagyon vicces az a kapcsolat, mert mi Los Angelesben dolgoztunk együtt, mert én ugye a hollywoodi művész is voltam, és azóta egyfolytában hívogatjuk egymást ő Firenzébe, mert amerikai barátai mentek oda, és a papa-mama nem tudom ki a szakács, ugye a családban általában ugye az asszony Itáliában, de ki tudja. Na szóval, és ő leölt nekik egy, nem tudom, egy csordányi marhát, és csak fantasztikus húsokat csinált, de tényleg olyan, hogy hát így ránézel, és leomlik a húsról, tehát a csontról a hús, tehát ilyen egészen fantasztikus, meg fűszerek, meg tényleg hát a mennyek, és akkor oda ment a két amerikai ember, és mondták, hogy ők vegánok, és akkor mondta nekik Alessandro, hogy hát legközelebb magyar barátomat Endrét hívom, mert az megeszi az egészet, mert akkor nagyon sokat ettem. Most is tudok sokat enni, de most próbálok nem. És mit akartam még ezzel kapcsolatban? Az, hogy nem értél oda. Igen, oda nem értem oda. Azért... És a feleségem, amikor láttunk ilyeneket a tévébe, akkor mindig, hogy menjünk oda. És mondtam neki, hogy de minek menjünk oda, hát ott van, nézzed erősen. Hát ezek HD, TV, mindent látsz, miért akarsz oda menni? Hát annyi macera van az oda menetek során. Hát akkor nem lehet könnyű veled együtt élni. bizonyos rész. Tehát ezek az utazások, ezek nyilván, mondom, én megutáltam, hát én annyit jártam, ugye a Los Angelesben úgy dolgoztam, Golden Era Productions, nem is stúdióban voltam alkalmazásban, és ott ez olyan régen volt, mert nem látsz, jó, most direkt őszülök, hogy látszódjon, hogy már éltem 1997-ben, és akkor egész évben kint dolgoztam Hollywoodban, aztán utána ingáztam. Tehát amikor a Csíz című szórakoztató műsor ment, és mindenki azt hitte, hogy itt lakom Magyarországon, akkor tulajdonképpen nem laktam itt Magyarországon, csak a Csíz forgatásokra jöttem haza, ami átlag, hát ilyen havi 5 nap volt, és a többit az pedig kint töltött. Tehát több időt voltam Los Angelesben, mint Budapesten, és ezért, hogy egyfolytában jöttem oda-vissza, így nagyon meggyűlöltem a repülőzést, pedig a business class-on utaztam általában, melyen koma. Nem azért, mert kifizették, hanem mert a frequent flyer miles, tehát a törzs utas, minek hívjuk, kilométer, repült mérföldek, azok úgy felhalmozottak, tehát tudtam drágábbért menni, amikor nem volt annyi pénz. De egyébként a stúdió vette nekem, csak mondom, hogy szóval már elvileg már luxusban utaztam, de akkor is emlékszem, hogy mondták a tévében, volt valami nyereményjáték, akkor még volt TV3, és akkor bemondták, hogy aki megválaszolja ezt a kérdést, annak fantasztikus nyeremény lesz, mert 3 nap Los Angelesbe repülőúttal, és amikor kimondta Los Angeles meg a repülőt, akkor megfájdott már a derekam, meg a fejekem, meg a hátam. Szóval ennyire elszoktam az utazástól, azért nagyon fáj nekem most már utazni. De a belföldi turizmus, hát meg egyfolytában megyek egyébként, tehát vagy busszal, vagy kocsival, ugye rengeteg helyen lépek fel egész évben, és azt tulajdonképpen szeretem is valahol. Nyilván abban is be lehet sokalni, tehát ez a pihenés része, amire kérdeztél, az néha szokott fájni, amikor elindulunk valahova, mondjuk messze. Mondjuk most már egyébként jobb az úthálózatunk, tehát azért annyira nem szomorú, mint 10 éve, amikor szintén már ezt csináltam, vagy sokat csináltam ezt. Szóval van, amikor elindulunk, akkor nincs kedved, amikor odaérünk, és akkor a drága közönség beül, akkor azért úgy elönt a hála, adrenalin, és akkor valamit csinálunk mindig. De útközben többször eszembe jut, hogy ez már nem fog. Tehát az utazás az ezért ilyen ellentmondásos nálam. Hát akkor én azt kívánom neked, hogy otthon pihengessél, mert én, hogy kivettem a szavaidból, neked az a minden, amikor hazamész, és hogy mondtad, alvás... Terápiás alvás. De hát a természetet is tényleg nagyon szeretem, meg tehát tényleg járunk azért ide-oda-amoda, meg a, mondom, hogyha valahol több napig vagyok, akkor, hogyha ott alszom, akkor ott körül szóltam nézni. Meg egyébként sok színész van, aki járja az országot, meg előadó művészek, akik csak a műfázakat ismerik, semmi mást, és én azért körül szoktam nézni. Tehát mindig ott egyes, hogy a helyi ipart és a kereskedelmet támogassuk, tehát mindig valamit ott veszek, akkor ott ebédelek, úgy rakjuk össze, és akkor többiek mindig szoktak csodálkozni, aki például Kárász Robival volt, hogy vele egy darabban játszott, tudom, hogy nem színész, de ő szerintem ő is tudja, de azt úgy kb. Ráírták, tehát rendben volt, és akkor nem tudom, hol voltunk, Dombóváron elvittem egy étterembe,
már mondtam, hogy én oda megyek enni, gyertek, ti is jöttek, és akkor mondta, hogy ja, te ezért élvezel ezt az utazást, mindenhol megvannak a helyeid. Aha. Nem mindenhol, de igyekszem azért, hogy ismerjük meg hazánkat, tehát érezzük jól magunkat, akkor is a munka van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, Endre. Sajnos elfogyott ez az adásidő. Én most akartam rátérni, ha nem tudom, amire. De én úgy gondolom, hogy kiveséztük, amit csak lehetett, amire kíváncsi voltam veled kapcsolatban, és a hallgatók is remélem, hogy mindent megtudtunk. Rólad például, hogy belgyógyász szeretnél lenni, mert nagyon sokat beszélsz a veséről. De ez szerintem sikerülhet még. Hát köszönöm szépen mindenkinek, aki ma velünk tartott. Most még zenélünk nektek egy kicsit. Endre hozta nekünk a pálmafák alatt, arról annyit mondanék, hogy ez a konkrét csávó korszakomban volt, tehát azért nem a saját hangomon beszélek végig. Itt a László Miksa, aki a Ladány Bene frontembere, ő énekel, de hogy is, Bognár Tamás, Lákszom is írta, Bognár Tamás TV2 hangja énekel benne rasztául, halandzsa, és azt én lefordítom, csak hogy elsőre mindenki értse, hogy mi történik. Ja, meg éneklünk is. Nagyon-nagyon kíváncsian várjuk. Tőlem pedig a Cyber Gyerek című feldolgozást fogjátok búcsúzóul hallani. Köszönöm szépen, hogy ma velünk voltatok. Endrének is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást, meg a figyelmet, mindent köszönök. Tartsatok velünk egy hét múlva köszönet újra. Köszönet mindenit. A viszont hallásra. Emlékezz, mennyit vártalak rég a pálmafák alatt. Emléked máig is kísért még, az oknit keresem az ágy alatt. Aztán mennek a lölen, a millaj tülemmelen, zéjön ti malád. Szeretnétek érteni, mit nyomat rast a csávom, hű? Én tudok rastául lefordítsak, na jó, megfordítom nektek, figyelj! I don't have in the morning, I some been in the morning, yes, I've been a guy, and I'm on in been a lahat. Most csak ezt a verszakot fordítsa, mert mindkettőben ugyanazt mondja, szerelmi bánata van, meg ilyenek, mert összefoglalom pár szóba. Szóljon a partner! Emlékezz, mennyit vártalak rég, a pálmafák alatt. Emléked máig is kísért még, ha szokni keresem az ágy alatt. Himba limba, kilukadt a papillon. Hey, Rado! Nénén Eliska! I'm on a morning, Roots are Janis Wernen, Rasta Medical, Emurni. Na ezt most nem tudom lefordítani, mert alsó rasztaiul mondta, és kérdezett tőlem valamit, válaszolok neki, addig nyugodjatok picit békében. Marimo born, I, Nudumus in the roots and ballard, in a minute call, and a burning eye, de let the rasta call. Az a lényeg, rasta csávó ki van bukva, mert nem tudtam neki ritmusba válaszolni. Na vajon éneklek valamit, aztán majd megnyugszik. Szakjam a part. Emlékezz, mennyit vártalak rég, a pálmafák alatt. Emléked máig is kísért még, ha szoknit keresem az ágy alatt. Himba limba, kilukadt a pavilon. Low the mercy, hey Rado, low the mercy, Nyarko. Nathan Eliska, a váglak, én is mindjárt elögdössé már nyugodjam. Emlékezz, mennyit vártalak rég, a pálmafák alatt. Emléked máig is kísért még, ha zoknit keresem az ágy alatt. Emlékezz, mennyit vártalak rég, a pálmafák alatt. Emléked máig is kísért még, ha zoknit keresem az ágy alatt. Hol a kóla, hol a kóla? Én vagyok a jadó, jadó. Simba limba. Kilukadt a
nagy kék tó a fák alatt, ha beleteszem, leüti a lábamat. Tiber gyerek, kérjél bocsánatot, mert nem mutatom meg a kacsámatot. Van egy kék tó a fák alatt, ha beleteszem, leüti.